Márk írása szerint való szent evangélium. Első rész. A Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva a prófétáknál. Ímé, én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a te utadat előtted. Kiáltónak szava a pusztában. Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Előállval a János keresztelvén a pusztában, és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya, és a jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet visel vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala, és prédikál a mondván. Utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek titeket, de ő szent szellemmel keresztel titeket. És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből, látta az egeket megnyilatkozni, és a szellemet, mint egy galambot őre áll leszállani. És szózat lőn az égből. Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És a szellem azonnal elragadá őt a pusztába. És ott volt a pusztában 40 napig, kísértetve a sátántól, és a vadállatokkal volt együtt, és az angyalok szolgálnak vala néki. Minek utána pedig János tömlőzbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván. Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látta Simont és Andrást, annak testvérét, amint a tengerbe hálót vetének, mert halászok valának. És mondanékik, kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék őt. És onnan egy kevéssé elébb menve látta Jakabot, az Ebedeus fiát, és annak testvérét Jánost, amint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala. És azonnal hívá őket. És ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóba hagyva utána mentek. És bementek Kapernaumba, és mindjárt szombatnapon bemenvén a zsinagógába tanít vala. És elálmélkodának az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan szellem volt, és felkiálta, és mondta. Á, mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. És megdorgálá őt Jézus mondván. Némulj meg, és menj ki belőle! És a tisztátalan szellem megszaggatá őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle. És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymást között kérdezgeték mondván. Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és engedelmeskednek néki. És azonnal elmén az ő híre Galilea egész környékére. És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt. A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felőle. És ő odamenvén fölemeli azt, annak kezét fogván, és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik. Este felé pedig, amikor leszállt a nap, mind ő hozzá vivék a betegeseket és az ördöngősöket, és az egész város odagyűlt vala az ajtó elé.
és meggyógyít a sokakat, akik különféle betegségben sillődnek vala, és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivel hogy őt ismerik. Kora reggel pedig még szürkületkor, fölkelvén, kiment és elment egy puszta helyre, és ott imádkozik. Simon pedig és a vele levők utána sietének. És amikor megtalálák őt, mondának néki. Mindenki téged keres. És ő mondanékik. Menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. És prédikálval azoknak zsinagógáiban, egész Galileában, és ördögöket űz vala. És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt, és leborulván előtte, és mondván néki. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván kezét kinyújtva megérinté őt, és mondanéki. Akarom, tisztulj meg! És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozik tőle a poklosság, és megtisztult. És erősen megfenyegetvén azonnal elküldi őt, és mondanéki. Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit a Mózes parancsolt bizonyságul nékik. Az pedig kimenvén kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől. Második rész. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdeté nékik az igét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azonnal ő hozzá, megbonták a ma háznak fedelét, ahol ő volt, és rést törvén leereszték a nyoszóját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek. Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. És Jézus azonnal észrevevé az ő szellemével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik. Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom én a gutaütöttnek, megbocsáttattak néked a te bűneid, hogy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondd a gutaütöttnek. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszójádat, és eredj haza. Az pedig azonnal felkelt, és felvévén nyoszójáját kiment mindenkinek láttára, úgyhogy mindenki elálmélkodék és dicsőíté az Istent, ezt mondván. Soha nem láttunk ilyet. És ismét kiment a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanítja vala őket. És amikor tova méne, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és mondanéki. Kövess engemet! És felkelvén követi vala őt. És lőn, amikor ő ennek házában asztalhoz ült, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek vala Jézussal és az ő tanítványaival, mert sokan valának és követék őt. És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak. Mi dolog, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik és iszik? És mikor ezt hallja vala Jézus, mondanékik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. A János és a farizeusok tanítványai pedig böjtölnek vala. Oda menének azért, és mondának néki.
Mi az oka, hogy a Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus pedig mondanékik. Avagy böjtölheté a vőlegény nász népe, amíg velük van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon. Senki sem var pedig új posztóból foltott óruhára, máskülönben, ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak. Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. És lőn, hogy szombatnapon a vetések közt megy vala által, és az ő tanítványai mentőkben a kalászokat kezdék vala szaggatni. Ekkor a farizeusok mondának néki. Ímé, miért művelik a szombatnapon, amit nem szabad? Ő pedig mondanékik. Sohasem olvastátok-e, mit mivel Dávid, amikor megszűkült és megéhezett vala társaival egybe? Mi módon ment be az Isten házába az Abjátár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni csak a papoknak, és adott a társainak is. És mondanékik. A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Harmadik rész. És ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű ember. És lesik vala őt, ha meggyógyítja és szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek. Állj elő a középre! Azoknak pedig mondta. Szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani? De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, mondta az embernek. Nyújts ki a kezedet! És kinyújtá, és meggyógyult a keze, és épp élőn, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén a Heródes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Jézus pedig elméne tanítványaival a tenger mellé, és nagy sokaság követi őt Galileából és Júdeából, és Jeruzsálemből és Idumeából és a Jordánon túlról, és a Tírus és a Szidon környékiek is, amikor hallották, hogy miket mivel vala, nagy sokasággal jövének ő hozzá. És megmondá tanítványainak, hogy egy kis hajót tartsanak néki készen a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt. Mert sokakat meggyógyított úgy, hogy akiknek valami bajuk volt, reá rohanának, hogy illethessék őt. A tisztátalan szellemek is, amikor meglátták vala őt, leborulának előtte és kiáltának mondván. Te vagy az Istennek a fia! Te vagy az Istennek a fia! Ő pedig erősen fenyegeti vala őket, hogy őt ki ne jelentsék. Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzámenének. És választ a 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és az ördögöket kiűzni. Simont, akinek Péter nevet adta, és Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, és Boánergész nevet ad a nékik, amely azt teszi, Mennydörgés fiai. És Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és a kananeai Simont, és Iskáriótes Júdást, aki el is árulta őt. Azután hazatérének.
és ismét egybegyűlt a sokaság annyira, hogy még nem is ehetének. Amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják, valahogy magán kívül van. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek valale, azt mondták, hogy Belzebub van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához híván azokat példázatokban mondanékik. Sátán miként tud sátán kiűzni? És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. És ha a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanem ha elébb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szent Szellem ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó, mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan szellem van benne. És megérkezvén az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva beküldének hozzá, hivatván őt, körülötte pedig sokaság ül vala, és mondának néki: Ímé a te anyád és a te testvéreid ott kün keresnek téged. Ő pedig felele nékik mondván: Ki az én anyám, vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén körös körül a körülötte ülőkön mondta: Íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám. Negyedik rész. És ismét kezdte tanítani a tenger mellett. És nagy sokaság gyűlt ő hozzá, úgy, hogy ő a hajóba lépvén a tengeren ül vala, az egész sokaság pedig a tenger mellett a földön volt. És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nékik tanításában: Halljátok! Íme a magvető kiméne vetni, és lőnvetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak, és megevék azt. Némely pedig a köves helyre esék, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel nem volt mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsült, és mivel hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek, és megfojták azt, és nem ad a gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esék, és átvala nevekedő és bővelkedő gyümölcsöt, és némely hozvala 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. És mondanékik: Akinek van füle a hallásra, hallja. Mikor pedig egyedül volt, megkérdezik őt a körülötte lévők a 12-vel együtt a példázat felől. Ő pedig mondanékik: Nektek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívüllevőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. És mondanékik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek majd meg a többi példázatot? A magvető az igét hinti. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyst hallják, azonnal eljő a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. És hasonlatosképpen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják. De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig való. Azután, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalárdsága
és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét, és beveszik, és gyümölcsöt teremnek. Némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit. És mondanékik. Avagy azért hozzák ki elő a gyertyát, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá, és nem azérté, hogy a gyertyatartóba tegyék. Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék, és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És mondanékik. Megjegyezzétek, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak nektek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. És mondta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, avagy milyen példázatban példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, és mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. És sok ilyen példázatban hirdeti vala nékik az igét, úgy, amint megérthetik vala. Példázat nélkül pedig nem szólt vala nékik, maguk közt azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala. Azután mondanékik azon a napon, amint estelőn. Menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támada, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fej aljon alszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki. Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és mondta a tengernek. Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lő nagy csendesség. És mondanékik, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki? Ötödik rész. És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan szellem volt. Akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni, mert sokszor megkötözték őt békókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta. Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek fia, az Istenre készítenek, ne kínozz engem! Mert ezt mondja vala néki, eredj ki, tisztátalan szellem ez emberből, és kérdezi tőle, mi a neved?
és felele mondván. Légió a neved, mert sokan vagyunk. És igen kéré őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Volt pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legel vala. És a démonok kérik vala őt mindnyája mondván. Küld minket a disznóba, hogy azonnal legyünk. És Jézus azonnal megengedi nékik. A tisztátalan szellemek pedig kijövén bementek a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohant. Valának pedig mintegy 2000-en, és belefullának a tengerbe. Akik pedig őrzik vala disznókat, elfutának és hírt vivének a városba és a falvakba, és kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt. És mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van, az, akiben a légió volt, és megfélemlének. Akik pedig látták, elbeszélék nékik, hogy mi történt vala az ördöngőssel és a disznókkal. És kezdék kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngős kéré őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedi meg néki, hanem mondanéki. Eredj haza a tieidhez, és jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. El is ment, és kezdé hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkozának. És mikor ismét által ment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt ő hozzá, és vala a tenger mellett. És íme előjöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt, lábaihoz esék, és igen kéré őt mondván. Az én leánykám halálán van. Gyer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is méne vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokaságban és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat? És mondának néki az ő tanítványai. Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig, tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán. Ő pedig monda néki. Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Mikor még beszél vala, odajövének a zsinagóga fejétől mondván. Leányod meghalt. Mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallá a beszédet, amit mondanak vala, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedi, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És méne a zsinagóga fejének házához, és látá az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, és bemenvén mondanékik, mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem aluszik. És nevetik vala őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vevé a gyermeknek atyát és anyját, és a vele levőket, és beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala. És megfogván a gyermeknek kezét, mondanéki. Tálita kúmi. Ami megmagyarázva azt teszi, leányka, néked mondom, kelj föl! És a leányka azonnal fölkelt és jár vala, mert 12 esztendős volt.
és nagy csodálkozással csodálkozának. Ő pedig erősen megparancsolá nékik, hogy ezt senki meg ne tudja. És mondá, hogy adjanak annak enni. Hatodik rész. És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai. És amint eljött vala a szombat, tanítani kezdte a zsinagógában, és sokan, akik őt hallák, elálmélkodának vala mondván. Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, ami néki adatot, hogy így csoda dolgok is történnek általa? Avagy nevezi az az ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek itt közöttünk az önő testvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig mondanékik. Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában és a rokonai között és a maga házában. Nem is tehet valahogy semmi csodát, csak néhány beteget gyógyít a meg rájuk vetvény kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén, aztán körös körül járja vala falvakat tanítván. Majd magához szólítá a 12-t, és kezdi őket kiküldeni kettőnként, és adanékik hatalmat a tisztátalan szellemeken. És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálcán kívül, se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben, hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. És mondanékik, ahol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, amíg tovább mentek onnét. Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenük. Bizony mondom nektek, Szodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. Kimenvén azért prédikálják vala, hogy térjenek meg. És sok ördögöt űznek valaki, és olajjal sok beteget megkennek, és meggyógyítanak vala. És meghallá ezeket Heródes király, mert nyilvánvalóvá lőn az ő neve, és mondta. Keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne az erők. Némelyek pedig azt mondják valahogy Illés ő, mások meg azt mondják valahogy próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül. Heródes pedig ezeket halván mondta. Akinek én fejét vétetém, az a János ez. Ő támad fel a halálból. Mert maga Heródes fogadta el és vetette vala börtönbe Jánost Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette vala feleségül. Mert János azt mondá Heródesnek. Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni, de nem teheti. Mert Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt. És ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. De egy alkalmas nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala, és ennek a Heródiásnak a leánya beméne és táncola és megtetszik Heródesnek és a vendégeknek, mondta a király a lánynak. Kérj tőlem, amit akarsz, én megadom néked. És megesküvék néki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom felét is. Azt pedig kimenvén, mondta az ő anyjának, mit kérjek. Ez pedig mondta, a keresztelő János fejét. És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén kéri őt mondván, akarom, hogy mindjárt add ide nékem a keresztelő János fejét egy tálban. A király pedig, noha igen megszomorodék, esküje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani. És azonnal hóhért küldvén a király megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét.
ez pedig elmenvén fejét vevé annak a börtönben, és előhozá a fejét egy tálban, és adá a leánynak, a leány pedig az anyjának adá azt. A tanítványai pedig, amikor ezt meghallották vala, eljövének és elvivék a testét, és sírba tevék. És az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala. Ő pedig mondanékik, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan valának a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátá őket, amint mennek vala, és sokan megismerik őt, és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzzék őket, és hozzá gyülekezének. És kimenvé Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdé őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő volt, hozzámenvén az ő tanítványai mondának. Puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelvén mondanékik. Adjatok nékik ti enniük, és mondának néki. Elmenvén, vegyünk-e 200 pénz áru kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Ő pedig mondanékik. Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván mondának. 5 és 2 halunk. És parancsolánékik, hogy ültessenek le mindenki csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedének azért szakaszonként 100-ával és 50-ével. Ő pedig vette vala az 5 kenyeret és a 2 halat, és az égre tekintvén hálákat ada, és megszegély a kenyereket, és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé. És a 2 halat is elosztá mindnyájuk között. Evének azért mindnyájan és megelégedének, és maradékot is szedének fel 12 tele kosárral, és a halakból is. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak. És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Betsajda felé, amíg ő a sokaságot elbocsájtja. Minek utána pedig elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És amikor beesteledék, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. És látá őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fúv vala velük, és az éj negyedik szakában hozzájuk ment a tengeren járva, és el akart vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték és felkiáltának, mert mindnyájan látják vala őt, és megrémültek. De ő azonnal megszólítá őket, és mondanékik. Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! Akkor bement hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig magukban szer fölött álmélkodnak és csodálkoznak vala, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. És átkelve eljutának a Genezáret földjére, és kikötének. De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék őt, és az egész környéket befutván kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, amerre hallják valahogy ő ott van. És ahová bemegy vala a falvakba, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket letevék a piacokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illették, meggyógyulának. 7. rész. És hozzágyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek vala. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.
mert a farizeusok és a zsidók mind a régiek rendelését követve nem esznek, hanem ha kezüket erősen megmossák. És piacról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak, és sok egyéb is van, aminek megtartását átvették poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók. Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelései szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret? Ő pedig felelvén mondanékik. Igazán jövendőlt felőletek képmutatók felől Ézsaiás próféta, amint megvan írva. Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekeztek. És mondanékik. Az Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Mert Mózes azt mondotta, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halállal halljon meg. Ti pedig azt mondjátok, ha valaki ezt mondja atyának vagy anyjának, korbán, azaz templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek, úgy már nem engeditek, hogy az atyával vagy anyjával valami jót tegyen. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek, és sokefélét is cselekeztek. És előszólítván az egész sokaságot mondanékik. Hallgassatok reám mindnyájon, és értsétek meg. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén őbelé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől, és mondanékik. Ti is ennyire tudatlanok vagytok-e? Nem értitek-e, hogy ami kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőzteti meg őt? Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít. Mondd továbbá, ami az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. És onnan fölkelvén elment Tírusz és Szidon határaiba, és házba menvén nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Mert halván felőle egy asszony, akinek leányában tisztátalan szellem volt, eljöve és lábaihoz borula. Ez az asszony pedig pogány volt, sírófeniciai származású, és kéri őt, hogy üzze ki a leányából az ördögöt. Jézus pedig mondané ki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Azt pedig felelt és mondané ki, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból. Erre mondané ki, e beszédért eredj el, az ördög kiment a te leányodból. És hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment, a leány pedig az ágyon feküvék. Azután ismét kimenvén Tírusz és Szidon határaiból a galileai tengerhez méne a tíz város határain át. És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét.
Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egymagát, az ujjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeté annak nyelvét, és föltekintvén az égre fohászkodék, és mondá néki: Effata! Azaz, nyilatkozzál meg! És azonnal megnyilatkozának annak fülei, és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala. És megparancsolánékik, hogy senkinek se mondják el. De mennél inkább tiltja vala, annál inkább híresztelék. És szerfelett álmélkodnak vala ezt mondván: mindent jól cselekedett. A siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké. Nyolcadik rész. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és mondanékik: Szánakozom-e sokaságom, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük? És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek ő közülük messzünnen jöttek. Az ő tanítványai pedig felelének néki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt, e pusztában? És megkérdé őket: Hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: 7. Akkor megparancsolá a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre, és vevén a 7 kenyeret és hálákat adván megszegi, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék, és a sokasság elé tevék. Volt egy kevés haluk is, és hálákat adván mondta, hogy tegyék eléjük azokat is. Evének azért és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat 7 kosárral. Valának pedig, akik ettek, mint egy 4000-en, és elbocsátá őket. És azonnal a hajóba száll a tanítványaival, és méne Dalmánut a vidékére. És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig szellemében felfohászkodván mondta: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom nektek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek. És ott hagyván őket, ismét hajóba szálla, és a túlsó partra méne. De elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem volt velük több a hajóban. És ő inti vala őket mondván: Vigyázzatok! Őrizkedjetek a farizeusok kovászától, és a Heródes kovászától. Ekkor egymás között tanakodván mondának: Nincs kenyerünk! Jézus pedig észrevévén ezt mondanékik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok-e be, és nem értitek-e? Mégis kemény-e a szívetek? Szemeitek lévén nem láttok-e, és füleitek lévén nem hallotok-e, és nem emlékeztek-e? Mikor az 5 kenyeret megszegtem az 5000-nek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának néki: 12. Mikor pedig a 7-et a 4000-nek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: 7-et. És mondanékik: Hogy nem értitek hát? Azután becsajdába méne, és egy vakot vivének hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falun kívül, és a szemeibe köpfén és kezeit reátévén megkérdé őt, ha láté valamit. Az pedig feltekintvén mondta: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent. És hazaküldé mondván: Se a faluba be ne menj,
se senkinek el ne mond a faluban. És elméne Jézus és az ő tanítványai Cézérea Filippi falvaiba, és útközben megkérdé az ő tanítványait, mondván nékik: kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak, és némelyek Illésnek, némelyek pedig egynek a proféták közül. És ő mondanékik: ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter mondanéki: te vagy a Krisztus. És rájuk parancsolt, hogy senkinek se szóljanak felőle. És kezdé őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. És ezt nyilván mondja vala, Péter pedig magához vonván őt kezdé dorgálni. És ő megfordulván, és az ő tanítványaira tekintvén megfeddé Pétert, mondván: távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondanékik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fiai szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. 9. rész. Azután mondanékik: bizony mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. És 6 nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvévén őket csupán magukban egy magas hegyre, és elváltozék előttük. És a ruhája fényeslőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestője földön meg nem fehéríthet. És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni. Csináljunk azért 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnak is egyet, Illésnek is egyet. De nem tudja valamit beszél, mivel hogy megrémülének. És felhő támadt, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok! És mikor nagy hirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust. Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek fia a halálból feltámad. És ezt a szót megtarták magukban, tudakozódván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni. És megkérdezék őt, mondván: miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig felelvé mondanékik: Illés ugyan előbb eljövén helyreállít mindent, de hogyan van az embernek fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? De mondom nektek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amint megvan írva ő felőle. És amikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot lát a körülöttük, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodék, és hozzá sietvén köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat:
mit versengetek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból mondta. Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma szellem van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túra, fogát csikorgatja és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki mondta. Ó, hitetlen nemzetség! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzám! És hozzávivék azt, és mihelyt ő meglátta azt, a szellem azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre tajtékot turván fetreng vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig mondta. Gyermeksége óta, és gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondta néki. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltva, könnyhullatással mondta. Hiszek, Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek! Jézus pedig, mikor látta, valahogy a sokaság még inkább összetódult, megdorgálta a tisztátalan szellemet, mondván néki. Te néma és süket szellem! Én parancsolom neked, menj ki belőle, és többé belé ne menj! És kiáltás és erős szaggatás között kiméne, az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják, valahogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét fölemelé, és az fölkelt. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezék őt külön. Mi miért nem űzhettük ki azt? Ő pedig mondanékik. Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. És onnét kimenvén a Galileán mennek vala át, és nem akar rá, hogy valaki megtudja. Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik. Az embernek fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt. De ha megölték, harmadnapra feltámad. De ők nem értik vala mondást, és féltek őt megkérdezni. És elméne Kafernaumba, és odahaza megkérdezi őket. Mi felett vetegettetek egymással az úton? De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek vala az úton, ki a nagyobb. És leülvén odaszólítá a 12-t, és mondanékik. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindeneknek szolgálja. És előfogván egy gyermeket közéjük állatá azt, és ölébe vévén azt mondanékik. Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. János pedig felelt néki mondván. Mester! Látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, és aki nem követ minket, és eltiltók őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Mert aki innotok áld egy pohár vizet az én nevemben, mivel hogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, el nem veszti az ő jutalmát. Aki pedig megbotránkoztat egyet a ma kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, ha malom követ kötnek a nyakára és a tengerbe vetik. És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt. Jobb neked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gehennára a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt. Jobb neked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik.
és ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, jobb neked fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára, ahol az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik. Mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Tizedik rész. Onnan pedig felkelvén Júdea határaiba méne, a Jordánon túlvaló részen által, és ismét sokaság gyűlt vala hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanítja vala őket. És a farizeusok hozzámenvé megkérdezik tőle, ha szabadé férjének feleségét elbocsátani, kísértvén őt. Ő pedig felelvén mondanékik, mit parancsolt nektek Mózes? Ők pedig mondának, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. És Jézus felelvén mondanékik, a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsolatot, de a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonyjá teremté őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. És odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezik őt a dolog felől. Ő pedig mondanékik, aki elbocsájtja feleségét és mást veszel, házasságtörést követel az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kell egybe, házasságtörést követel. Ekkor gyermekeket hozzának hozzá, hogy illesse meg őket, a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozzák. Jézus pedig ezt látván haragra gerjedt és mondanékik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájuk vetvén megáldá őket. És mikor útnak indult vala, hozzáfutván egy ember, és letérdelvén előtte kérdezi vala őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj. Hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy. Tiszteljed atyádat és anyádat. Azt pedig felelvé mondanéki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt és mondanéki. Egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem. Felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván-e beszéden, elméne búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén, de Jézus ismét felelvé mondanékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni.
Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között. Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És Péter kezdé mondani néki. Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért, aki 100 annyit ne kapna most, ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel, és előttük megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának és követvén őt félnek vala. És ő a 12-t ismét maga mellé vévén kezde nékik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek, mondván. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, és halálra kárhoztatják őt, és a pogányok kezébe adják őt, és megcsúfolják őt, és megostorozzák őt, és megköbdösik őt, és megölik őt. De harmadnapon feltámad. És hozzájárulának Jakab és János, a Zebedeus fiai, ezt mondván. Mester, szeretnők, hogy amire kérünk, tedd meg nékünk. Ő pedig mondanékik. Mit kívántok, hogy tegyek veletek? Azok pedig mondának néki. Add meg nékünk, hogy egyikünk jobb kezed felől, másikunk pedig bal kezed felől üljön a te dicsőségedben. Jézus pedig mondanékik. Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-e a pohárt, amelyet én megiszom, és megkeresztelkedhettek-e azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azok pedig mondának néki. Megtehetjük. Jézus pedig mondanékik. A pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek elkészítetett. És halván ezt a 10 tanítvány haragudni kezdének Jakabra és Jánosra, Jézus pedig magához szólítván őket mondanékik. Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. És Jerikóba érkezének, és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus ott ült az úton koldulván. És mikor meghallá, hogy az a názáreti Jézus, kezde kiáltani mondván. Jézus! Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltja vala. Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala vakot, mondván néki. Bízzál,
kelj föl, hívd tégedet. Az pedig felső ruháját ledobván és felkelvén Jézushoz méne. És felelvén Jézus mondanéki: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondanéki: Mester, hogy lássak! Jézus pedig mondanéki: eredj el! A te hited megtartott téged! És azonnal megjött a szeme világa, és követi vala Jézust az úton. 11. rész. És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé, az olajfák hegyénél, elküldte kettő tanítványai közül, és mondanékik: eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja nektek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége reá, és azonnal elbocsátja azt ide. Elmentek azért, és megtalálák a megkötött vemhet az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet? Ők pedig felelének nékik úgy, amint Jézus megparancsolta vala, és elbocsáták őket. És odavivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat, ő pedig felült reá. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról, és az útra hányják vala. Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának mondván: Hosanna! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében! Hosanna a magasságban! És beméne Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiméne Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta. De odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találna, mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának: soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki. És hallák azt az ő tanítványai. És Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba kezdé kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatá, és nem engedi valahogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül, és tanít vala mondván nékik: nincsené megírva, az én házam imádság házának neveztetik minden nép között, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak valahogy mi módon veszíthetnék el őt, mert félnek vala tőle, mivel hogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán. És mikor beest feledék, kiméne a városból. Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják valahogy a fügefa gyökerestül kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén mondanéki: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkozál, kiszáradott. És Jézus felelvén mondanékik: legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom nektek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket. És ismét Jeruzsálembe menének. Mikor pedig ő a templomban körüljára, hozzámennek vala a főpapok és az írástudók és a vének. És mondának néki: micsoda hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd? Jézus pedig felelvén mondanékik: én is kérdek egy dolgot tőletek, és feleljetek meg nékem. Akkor megmondom nektek, hogy miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket. A János keresztsége mennyből vala é, vagy emberektől? Feleljetek nékem! Azok pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől... félnek vala a néptől. Mert mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy valóban próféta volt. Felelvén tehát mondának Jézusnak: nem tudjuk. Jézus is felelvén mondanékik: én sem mondom meg nektek, miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket. 12. rész. És kezdenékik példázatokban beszélni. Egy ember szőlőt ültetett, és körülvevé gyepűvel, és sajtótársa, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. És a maga idejében szolgát küldi a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogván azt, megverék, és üresen küldék vissza. És ismét külde hozzájuk egy másik szolgát, azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörték, és gyalázattal, illetve visszaküldék. És ismét másikat külde, ezt pedig megölék, és sok másokat, némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén. Minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldé hozzájuk, ezt mondván: a fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között: ez az örökös! Gyertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség! És megfogván azt megölék, és a szőlőn kívül veték. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljő és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Ezt az írás nem olvastátok-e? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. És igyekeznek vala őt megfogni, de féltek a sokaságtól, mert tudták, hogy a példázatot ellenük mondotta. Azért elhagyván őt, tovább mennének. És küldének hozzá némelyeket a farizeusok és a Heródes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédben. Azok pedig odamenvén mondának néki: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem gondolsz senkivel, mert nem tekintesz emberek személyére, hanem igazság szerint tanítod az Istennek útját. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismervén az ő képmutatásukat mondanékik: mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy pénzt, hogy lássam. Azok pedig hozának, és mondanékik: kié ez a kép és a felírás? Azok pedig mondának néki: a császáré. És felelvén Jézus mondanékik: adjátok meg, ami a császáré a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És elálmélkodának ő rajta. És jövének hozzá szaduceusok, akik azt mondják, hogy nincsen feltámadás, és megkérdezik őt mondván: Mester, Mózes azt írta nekünk,
hogy ha valakinek fitestvére meghalt és feleséget hagyott hátra, gyermekeket pedig nem hagyott, akkor az ő feleségét vegye el az ő fitestvére, és támasszon magot a fitestvérének. Heten valának tehát fitestvérek, és az első feleséget vön, de meghalván magot nem hagyja. És a második elvevé az asszonyt, és meghala, és magot ő sem hagyja. A harmadik hasonlóképpen. És mind a hét elvevé azt, és magot nem hagyának. Legutoljára meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, mikor feltámadnak, melyiköknek lesz a felesége, mert mind a hétnek a felesége volt. Jézus pedig felelvén mondanékik. Avagy nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e a Mózes könyvében, a csípke bokornál, hogy mi módon szólott néki az Isten mondván, én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek istene. Ti tehát igen tévelyektek. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelelt nékik, megkérdezét tőle. Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki. Minden parancsolatok között az első. Halljad, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondané ki az írástudó. Jól van, mester. Igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincs kívüle más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, mondané ki. Nem messze vagy az Isten országától, és többé senki sem meri vala őt megkérdezni. És felelt Jézus, és mondta, amint a templomban tanít vala. Mi módon mondják az írástudók, hogy a Krisztus Dávidnak fia? Hiszen Dávid maga mondotta a Szent Szellem által, mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Tehát maga Dávid nevezi őt Urának, mi módon fia hát néki? És a nagy sokaság örömest hallgatja vala őt. Ő pedig mondanékik az ő tanításában. Őrizkedjetek az írástudóktól, akik örömest járnak hosszú köntösökben, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az elölüléseket, és a lakomákon a főhelyeket. Akik az özvegyeknek házát fölemésztik, és színből hosszan imádkoznak. Ezek súlyosabb ítélet alá esnek. És leülvén Jézus a templom persejnek átellenébe, nézi valahogy a sokaság miként vett pénzt a persejbe, sok gazdag pedig sokat vett vala abba. És egy szegény özvegyasszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vett bele. Akkor előszólítván tanítványait mondanékik. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik a persejbe vetettek vala. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének. Ez pedig az ő szegénységéből, amilyen csak volt, mind beveté az ő egész vagyonát. Tizenharmadik rész.
mikor pedig a templomból kiméne, mondanéki egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek! Jézus pedig felelvén mondanéki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem maradt kő kövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala a templom átellenében, megkérdezék őt magukban Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek? Jézus pedig felelvén nékik kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok, és sokakat elhitetnek. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem bizonyságul őnékik. De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik nektek abban az órában, azt szóljátok. Mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szent Szellem. Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A háztetőn levő pedig le ne szálljon a házba, se be ne menjen, hogy házából valamit kivigyen. És a mezőn levő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen. Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mindez ideig nem voltak, és nem is lesznek. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg, de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha pedig akkor azt mondja nektek valaki: íme itt a Krisztus, vagy íme amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Ti pedig vigyázzatok, íme előre megmondottam néktek mindent. De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Amikor ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, amíg meg nem lesznek mindezek. Az ég és a föld elmúlnak,
de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki semmit nem tud, sem az égben az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kele, házát elhagyván és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, estei vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel, hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok! 14. rész. Két nap múlva pedig húsvét volt, és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak valahogy csalárdsággal, mi módon fogják meg és öljék meg őt. Mert azt mondják vala. Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt, amint asztalhoz ült, egy asszony méne oda, akinél alabástrom edény volt valódi és igen drága nárdos olajjal, és eltörvén az alabástrom edényt kitölté azt az ő fejére. Némelyek pedig háborognak vala maguk között és mondának. Mire való volt az olajnak ez a tékozlása? Mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódnak vala ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét néki. Miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, az tevé, előre megkente az én testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Akkor Júdás, az Iskáriótes, egy a 12 közül elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja. Azok pedig, amint meghallák, örvendezének és ígérék, hogy pénzt adnak néki, ő pedig keresi vala, mi módon árulhatná el őt jó alkalommal. És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai. Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt? Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és mondanékik. Menjetek el a városba, és egy ember jő előtökbe, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt. És ahová bemegy, mondjátok a házigazdának. A mester kérdi, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt. És ő mutat nektek egy nagy vacsorálóházat berendezve készen. Ott készítsétek el nékünk. Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, amint nékik megmondotta, és elkészítik a húsvéti bárányt. Mikor pedig estelőn, oda méne a 12-vel. És amikor leülnek és esznek vala, mondta Jézus. Bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik. Ők pedig kezdének szomorkodni, és néki egyenként mondani. Csak nem én. A másik is. Csak nem én. Ő pedig felelvén mondanékik. Egy a 12 közül, aki velem együtt márt a tálba. Az embernek fia, jó lehet elmegy, amint meg van írva felőle. De jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna. És mikor ők evének, vévén Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá nékik mondván.
Vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat és hálákat adván adánékik, és ivának abból minnyájan, és mondanékik. Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, amikor mint újat iszom azt az Isten országában. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. És mondanékik Jézus, ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. Péter pedig mondanéki, ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. És mondanéki Jézus, bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. Ő pedig annál inkább erősíti vala. Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szólnak vala többiek is. És mennének ama helyre, amelynek Gecsemáné a neve, és mondta az ő tanítványainak. Üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vevé Pétert és Jakabot és Jánost, és kezdte rettegni és gyötrődni, és mondanékik. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén a földre esék és imádkozék, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra, és mondta. Abba, Atyám, minden lehetséges néked. Vidd el tőlem ezt a pohárt. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Azután visszatére és aluva találá őket, és mondta Péternek. Simon, alszol, nem bírtál egy óráig vigyázni. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A szellem ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elmenvén imádkozék ugyanazon szavakkal szólván. Amikor pedig visszatére, ismét aluva találá őket, mert a szemeik megnehezedtek vala, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jöve, és mondanékik. Aludjatok immár, és nyugodjatok. Elég. Eljött az óra. Íme az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek föl, menjünk. Íme elközelgett, aki engem elárul. És mindjárt, még mikor ő szól vala, eljöve Júdás, egy a 12 közül, és vele együtt nagy sokaság, fegyverekkel és botokkal, a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. És az ő elárulója pedig jelt ad a nékik mondván. Akit megcsókolok, majd ő az. Fogjátok meg azt, és vigyétek el biztonsággal. És odajutván azonnal hozzáméne, és mondta. Mester! Mester! És megcsókolá őt. Azok pedig ráveték kezeiket, és megfogák őt. De egy az ott állók közül az ő szabjáját kivonván a főpap szolgájához csapa, és levág annak fülét. Jézus pedig felelvén mondanékik. Mint egy rablóra úgy jöttetek érreám fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponta nálatok valék a templomban tanítva, és nem fogtatok meg engem. De szükség, hogy az írások beteljesedjenek. Akkor elhagyván őt, mindnyájan elfutának. Egy ifjú pedig követi őt, akinek testét csak egy gyolcsink takarta, és megfogák őt az ifjak. De ő otthagyva az ingét, mesztelenül elszalad a tőlük.
és vivék Jézust a főpaphoz, és oda gyűlének mindnyájan a főpapok, a vének és az írás tudók. Péter pedig távolról követi őt be egészen a főpap udvaráig, és ott ült a szolgákkal, és melegszik vala a tűznél. A főpapok pedig és az egész tanács bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt, de nem találnak vala. Mert sokan tesznek vala ugyan hamis tanúbizonyságot ellene, de a bizonyságtételek nem valának megegyezők. És némelyek fölkelének, és hamis tanúbizonyságot tőnek ellene mondván. Mi hallottuk, amikor ezt mondá, én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és 3 nap alatt mást építek, amely nem kézzel csináltatott. De még így sem volt egyező az ő bizonyságtételük. Akkor a főpap odaállván a középre, megkérdé Jézust mondván. Semmit sem felelsz, én. Miféle bizonyságot tesznek ezek te ellened? Ő pedig hallgat vala, és semmit sem felelt. Ismét megkérdezi őt a főpap, és mondanéki. Te vagy-é a Krisztus, az áldott Isten fia. Jézus pedig mondta. Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. A főpap pedig megszaggatvá ruháit mondta. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok a káromlást? Mi tetszik néktek? Azok pedig halálra méltónak ítélték őt mindnyája. És kezdék őt némelyek köbdösni, és az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki, Prófétálj! A szolgák pedig arcul csapdossák vala őt. Amint pedig Péter lent volt az udvarban, odajöve egy a főpap szolgái közül, és meglátván Pétert, amint melegszik vala, rátekintvén mondta, Te is a názáreti Jézussal valál. Ő pedig megtagadá mondván, Nem ismerem, és nem is értem, mit mondasz. És kiméne a tornácra, és a kakas megszólalt. A szolgáló pedig meglátván őt kezdi ismét mondani az ott állóknak, Ez közülük való. Ő pedig ismét megtagadá. De kevés idő múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek. Bizony, közülük való vagy, meg Galilea beli is vagy, és a beszéded is hasonló. Ő pedig kezdte átkozódni és esküdözni, hogy Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek! És másodszor szól a kakas. És Péternek eszébe jut a beszéd, amelyet néki Jézus mondott vala, hogy mielőtt a kakas 2-szer szólana, 3-szor megtagadsz engem. És sírva fakadt. Tizenötödik rész. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok, a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács megkötözvén Jézust, elvivék és átadák Pilátusnak. És megkérdi őt Pilátus. Te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén mondané ki. Te mondod. És erősen vádolják vala őt a főpapok. Pilátus pedig ismét megkérdé őt mondván. Semmit sem felelsz, é. Ímé, mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened? Jézus pedig semmit sem felele, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozék. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, akit éppen óhajtának. Volt pedig egy Barrabás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, akik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. És a sokaság kiáltván kezdé kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtesz vala nékik. Pilátus pedig felele nékik, mondván. Akarjátok-e, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Mert tudja vala, hogy irigységből adták őt kézbe a főpapok. A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabbást bocsássa el nékik.
Pilátus pedig felelvén ismét mondanékik. Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit a zsidók királyának mondatok? És azok ismét kiáltának. Feszítsd meg őt! Pilátus pedig mondanékik. Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala. Feszítsd meg őt! Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokasságnak, elbocsátá nékik Barabbást. Jézus pedig megostoroztatván kezükbe adá, hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, ami az őrház, és összehívák az egész csapatot. És bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére, és elkezdék őt köszönteni. Üdvözlégy, zsidó királya! És verik vala a fejét nátszállal, és köbdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt. Mikor pedig kicsúfolták őt, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltözteték, és kivivék őt, hogy megfeszítsék. És kényszerítének egy mellette elmenőt, bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jő vala, Alexandernek és Rufusnak az atyát, hogy vigye az ő keresztjét. És vivék őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adnak vala néki inni, de ő nem fogadá el. És megfeszítvén őt, elozták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Volt pedig 3 óra, mikor megfeszíték őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így volt fölébe felírva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal kéz felől, és beteljesedik az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számláltaték. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván, ha ki lerontod a templomot és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről! Hasonlóképpen pedig a főpapok is csúfolódván egymás között az írástudókkal együtt mondják vala. Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt. Mikor pedig 6 óra lőn, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállta Jézus mondván. Éloi! Éloi! Lamma sabachthani! Ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül mondának. Ímé Illést hívja. Egy ember pedig odafutamodik, és egy szivacsot megtöltvén ecettel, és azt nátszára tűzvén, inni ad a néki mondván. Hagyjátok el, lássuk, ha eljöjj Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván, kibocsátá szellemét. És a templom kárpítja fölétől aljáig 2 hasada. Látván pedig a százados, aki vele átelemben áll valahogy ekként kiáltva bocsátá ki szellemét, monda, bizony, ez az ember Isten fia volt. Valának pedig asszonyok is, akik távolról nézik vala, akik között volt Mária Magdaléna és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja és Salomé. Akik, mikor Galileában volt, akkor is követték vala őt, és szolgálnak vala néki, és sok más asszony, akik vele mentek vala Jeruzsálembe. És mikor immár estelőn, mivel hogy péntek volt, azaz szombat előtt való nap, eljöve az arimatiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát, beméne bátran Pilátushoz, és kéri Jézusnak testét. Pilátus pedig csodálkozik, hogy immár meghalt volna, és magához hivatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt-e meg. És megtudván a századostól, oda ajándékozá a testet Józsefnek.
ő pedig gyolcsot vásárolván és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezi egy sírboltba, amely kősziklából volt kivágva, és követ hengeríti a sírbolt szájára. Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsé anyja, nézik valahová helyezik. Tizenhatodik rész. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária, a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvé megkenjék őt. És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz mennének napfelkeltekor, és mondják vala maguk között, kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról, és oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Az pedig mondanékik, ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett. Föltámadott, nincsen itt. Ímé a hely, ahová őt helyezik. De menjetek el! Mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondotta néktek. És nagy hamar kijövén elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket, és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala. Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, akiből hét ördögöt űzött valaki, és elmenvén megjelenté azoknak, akik vele valának, és keseregnek és sírnak vala. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta vala, nem hívének. Azután pedig közülük kettőnek jelenék meg más alakban útközben, mikor a mezőre mennek vala. Ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hívének. Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenik magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hívének. És mondanékik, elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek. Új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott valanékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Amen.